Kedves Jenő, kedves barátok, férfiak és asszonyok, és gyermekek. Nekem nem egyszerű beszélni Jenőről, hiszen a személyes életem egy jelentős része közel 30 éve összefonódik az ő létével, az ő gondolkodásával is. És munkájával, ezért megpróbálok külön választani a személyességet az általános értelemben megfogalmazott gondolataimtól. Mindenekelőtt azt fontos elmondanom ebben a mai totálisan lepusztult és apatikus világban, hogy egy olyan időszakban ismerkedtünk meg, amikor azt mondhatnám, hogy a forradalmakra jellemző eufórikus hangulat volt. Olyan szellemi felbuzdultság, amelyet én azóta nem tapasztaltam, és akkor 80-as évek közepe, amikor általánosságban elmondható, hogy érzékelhető volt valamifajta forrongás, valamifajta mozgás, mozgolódás a társadalomban, egy lepusztulóban lévő rendszer, ennek a megváltoztatásának esélyével, és ez a folyamat egyik pillanatra a másikra egy rendszerváltoztató fázissá alakult, és ebben volt részünk, és Jenőnek pedig kimagasló. Amikor megismertem, akkor azt éreztem, hogy cigánynak lenni végre jó, hogy van egy olyan közeg, van egy olyan közösség, ahol az ember büszke lett arra, hogy cigány, és olyan energiákat volt képes felszabadítani ez a találkozás bennem, ami alapvetően meghatározta az én sorsomat is, hogy cigányként cigánypolitikus leszek. Kovács Zoli mellett Jenő volt az első ember, akit úgy láttam, úgy éreztem, hogy így kell kinézni egy cigány államférfinek. Kovács Zoli politikusnak mondta magát, Jenőt államférfinek éreztem, és rettentően sajnáltam, amikor rendszerváltozás volt, egyfelől azt, hogy az Ági nem került be a parlamentbe, másrészt pedig azt, hogy a Jenőben nem lett ombudsman. És azon gondolkodtam sokáig, és legutóbb akkor, amikor a Gyuszi csinálta velem ezt a rövid szösszenetett tegnap, hogy milyen lett volna az az ország, ahol az állampolgári jogok országgyűlési biztosa Zsigó Jenő. De legalább a kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, és a kisebbségi jogok érvényesítésén keresztül szétsugárzik a hatása a magyar állampolgári jogok érvényesülésére is. Szóval én gyerekként ismertem meg Jenőt, és éppen egy vidéki főiskolán voltam tanító, diák, és ő volt a leghatásosabb, ő volt a legszuggesztívebb egyéniség a politikai közéletben, az értelmiség roma és nem roma reprezentánsai között. De ide kell sorolnom Balogh Attilát, aki az első nagy élményem volt Miskolcon, aki fantasztikusan szuggesztív egyéniség volt. Ők ketten, és mellettük Daróczi Ági, Bársa Jancsi volt, akik úgy kulturális identitás, hogy ilyen elcsépelt fogalmat használják, tekintetében alapvetően meghatároztak engem akkor. És emlékszem 88-ban arra az interjúra, amit a Neményi Marit csinált, én akkor katona voltam, és elolvastam néhányszor, és elmentem a katonaságba, és fejből elmondtam a katonáknak, és sírtak. Ott voltunk a kohászatban, dolgoztunk, mert ilyen munkásszázadban voltam, diplomával, mert nem lehetett tanítani, és akkor elmeséltem ott a kopó mellett az embereknek, hogy miről beszél a Jenő, és szabályszerűen sírtak. Egy Sajó Szentpéteri cigányra emlékszem. Kisugor Kalibébe dolgozott velünk.
És egy kicsit elevelkednék akkor az általánosabb dolgok felé, hogy ne legyek ilyen anekdota szövegevő one-man show. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a Jenő az elmúlt három évtizedben, és már legalább két nemzedékre hatással bíró cigány ember, hatásának szerintem az a kulcsa, amiről György Péter beszélt, hogy kérlelhetetlen, hogy megvesztegethetetlen. 95-ben írtam Jenőnek egy levelet, amikor a Román Parlamentben vitánk volt, és én elváltam. Kiléptem, és akkor a végén azzal fejeztem be, hogy Monsieur Robespierre, viszontlátásra. És azt gondolom a Jenőről, hogy a romák egyik meghatározó történelmi személyiségévé vált, hatása erősebb lesz várhatóan a következő nemzedékekre, hogyha sikerül valóban talpra állítani egy roma közösséget, egy roma tudatában erős lelkében felszabadult cigány közösséget, akkor ennek a ténynek a megszületésében meghatározó jelentősége lesz annak, amit Jenő csinált és amit csinált. Sok stratégiainak mondható, vagy koncepcionálisnak mondható vita volt és van közöttünk, de ezek fölé emelkedik az a lényegi dolog, hogy az ember bármit is csinál a Magyarország cigányügyben, a Zsigó Jenőféle gondolat, fölfogás az mindenféleképpen viszonyítási pont. Én magam is folyamatosan az ő gondolatait és eszményeit értékprioritásként kezeltem. Millió egy gondolat szabadul föl. A legfontosabbnak azt tartom, hogy az a fajta forradalmár szemlélet, amely leginkább a francia forradalom hármas eszményéhez kapcsolható. Nem véletlen, hogy a szabadság pártjával kötöttünk egyességet, nem véletlen, hogy a testvériség szervezetet hoztuk létre, és nem véletlen valószínűleg, hogy az RPA logójában az egyenlőséggel van. Én úgy tekintek előre, mint a roma nép ébredésének kulcsfigurájára, egy forradalmár személyiségre, ahogy mondtam, a romák Robespierre-ére. Remélem, hogy nem úgy fogja végezni. Köszönöm.